az Apple fanok most örülni fognak, míg az Android rajongók fröcsöghetnek kicsit, illetve azok, akik csak szeretnék a legújabb készülékek tesztjét megnézni, azok pedig örülhetnek, hiszen megérkezett az Apple iPhone 6s a Telenor jó voltából, amelyet letesztelünk. Ugye újításként van benne 3D Touch, egy új 12 megapixeles kamera, még erősebb alumíniumház, 4K videó rögzítés, még erősebb hardware, és igazából egy ismerős dizájn, hiszen ugyanúgy néz ki, mint az iPhone 6. Nézzük meg, hogy mit tud az Apple iPhone 6s, amely tesztjét most kezdjük is. Amíg az iPhone 6 dobozza majdnem teljesen fehér volt és sok dombor nyomott mintázat került rá, addig a 6S esetében már a telefon képe rákerült a doboz tetejére, és itt is megmaradt a dombornyomás, azaz például a Touch ID-t fizikailag ki lehet tapintani, illetve maga a készülék is kiemelkedik minimálisan a doboz vonalából. Oldalt megvan az iPhone 6S feliratunk, rövidebb oldalon egy alma logónk, hátoldalon pedig láthatjuk egyrészt nagyba, hogy 64 GB-s a készülékünk, magyar nyelven is fel van tüntetve néhány információ az eszközről, illetve itt van a Space Gray szín megnevezés is. Ha kinyitom, rögtön felül van az iPhone 6s, amelyet elől és hátul egyaránt egy védőfólia borít, ezt le is tudom venni, hiszen így tudom használatba venni a készüléket. Amit láthatunk, egy nagyon egyszerű letisztult, lekerekített szélekkel rendelkező fekete színű előlap, ez nagyjából megegyezik az iPhone 6-tal. A karcálló edzett üveg széleken le van kerekítve, ez talán így látszik egy kicsit, de inkább élőben átélhető ez teljes egészében, hogy milyen szép is ez az üveg szél. Itt a második generációs Touch ID Home gombunk, amely rendkívül gyors feloldást tesz lehetővé. Itt látszik is, hogy már is feloldott. Felül van hangszórónk, fény és közelségérzékelőnk, illetve itt van az új előlapi kamera, amely már 5 megapixel felbontású. Oldalról megnézve 7,1 mm a készülék, ez vastagabb, mint az elődje volt 2,1 mm-rel, ami mondhatni elhanyagolható. Jobb oldalon van a bekapcsoló gombunk, illetve a SIM kártya tálca, amely egy nanoszimet képes fogadni. Felül nem találunk semmit, a bal oldalt van 2 különálló hangszóró, illetve bocsánat, hangerőszabályozó gombunk, illetve itt van a kis tolókapcsoló, amivel némítani lehet az eszközt. Alul pedig találhatunk több furatból álló hangszórórácsot, van egy lightning portunk, mikrofonunk, illetve 3,5 mm-es jack csatlakozónk is. A hátoldalon megvan a kiálló kameralencse, ez továbbra sem rendelkezik optikai képstabilizátorral, viszont a szenzor megújult, immáron 12 megapixeles, nem 8, mint a korábbi modellekben. Két turnusú vakunk van, és itt is van egy zajszűrő mikrofon. Ezen kívül a hátlap már az új 7000-es sorozatú alumínium borítású, ami keményebb, ellenállóbb, így például nem annyira hajlékony a készülék. Illetve hát ugye alapjában véve normál keretek között nem volna hajlékony az iPhone 6, iPhone 6 Plus sem, azonban, hogyha elég erőteljesen meghajlítjuk, ami nyilván már normális használhatóság, illetve használati módon kívül van, akkor elhajolhatott a készülékház. Elvileg ennél a modellnél ez már nem fog megtörténni. Itt vannak a szürke színű antenna csíkok, amelyek nem tűntek el a készülékről, ez sokak szerint elég csúnya, ez nézőpont kérdése, de egyébként megszokható. Valamint itt van a fekete alma logónk, amely továbbra sem világít, ugye voltak olyan pletykák, hogy ez az alma logó egy LED világítást kaphat, és ez lehet például értesítési fény, de ez továbbra sem valósult meg, helyette NFC van benne, és az Apple Pay ezen keresztül használható. Az iPhone felirat alatt egy S betűnk van, ez jelzi azt, hogy ez bizony már az SS iPhone 6S modell.
az akkumulátor egy picit kisebb, mint az iPhone 6-ban, ugyanúgy beépített, ennek ellenére az energiatakarékosabb hardware lévén a készülék üzemideje várhatóan ugyanannyi, mint az elődjé. Nézzük meg most a doboz tartalmát. Egyrészt van itt egy kis papírkötegünk, valamint itt van a SIM-kártyatálcát nyitó tű. Papírkötegben vannak használati útmutatók, illetve 2 darab Apple matrica. Kapunk egy fehér színű USB Lightning adat és töltőkábelt. Van egy kisméretű hálózati töltőnk USB csatlakozóval, természetesen EU dugóval, ami 1 amperrel fogja tölteni, ha jól látom, a telefonunkat. Illetve itt van a AirPods headset, amely szintén fehér hangerőszabályzó gombokkal, mikrofonnal, ebben a kis műanyag hordozó tokban helyezkedik ez el. Így néz ki tehát a csomagolása, itt a doboz tartalma a Telenornál elérhető Apple iPhone 6S-nek. Most megnézzük, hogy mit tud a legújabb csúcsmodell. Az Apple iPhone 6S az eddigi legerősebb iPhone okostelefon, köszönhetően a kétmagos Apple A9 processzornak, illetve annak, hogy ez az első iPhone, amely 2 GB RAM-ot kapott, ez a multitaskban nagyon sokat segít. A 4,7 hüvelykes retina kijelző maradt, ennek felbontása nem változott az iPhone 6-hoz képest, viszont az új processzor, illetve memória nagyon sokat segített a készülék tempóján, sokkal gyorsabb lett érezhetően mind a alkalmazás indításoknál, mind a háttérben futó alkalmazások közötti váltásnál. Ennek eredményeképpen hihetetlenül gyors a különböző funkciók megléte mellett is az iPhone 6S. Itt látható, hogy nagyjából újratöltés nélkül nyitnak meg a különböző alkalmazások azt követően, hogy már egyszer megnyitottam őket. Itt rögtön lehet akár játszani, ugyebár indul a kamera vagy a tárcsázó is. És így, amint látható, egy percnél egy picivel hosszabban futott le a tesztünk, ami így is 19 másodperces második kört hozott, hiszen 43,83 másodperc után 19,3 másodpercre volt szükség a 8 alkalmazás újbóli megnyitására. Az iPhone 6S már az új iOS 9 operációs rendszerrel jelent meg, illetve annak is a legfrissebb verziója, 9.0.2 fut már a tesztalanyunkon, amely a Telenortól érkezett. A készülék szoftvere igazából elsőre, külsőre nem sokban változott a korábbiakhoz képest. Ugyanúgy menü nélkül a főoldalon helyezkednek el az alkalmazások, azokat lehetőség van akár mappába rendezni. Alul 4 darab ikonunk van, amely úgymond rögzített, ugye ez számos androidos telefonban lett átemelve, mint felületi elem. Alkalmazásokat lehet különböző sorrendbe elhelyezni. Van egy úgynevezett kereső oldalunk, ahol lehetőség van keresést indítani, illetve itt Siri javaslatok címen különböző alkalmazások vannak. Illetve, hogyha lefele húzok a főképernyőn, akkor ez a keresés bejön, tehát nem feltétlenül kell nekünk ide erre az oldalra ellapozni. Ha megnyomom duplán a home gombot, akkor láthatjuk az új alkalmazásváltó felületet, amely oldalról becsúszó kártyás felületet kapott, ami sokkal frissebb, mint az előző kiadás. Itt láthatóak a különböző szoftverek, amelyeket egyszerűen be lehet zárni, vagy meg lehet nyitni. Rendkívül gyorsan ráadásul, amint látszik itt a korábbi játékok közt is azonnal tudunk váltani. Ugye fekvő nézetben kicsit másabb ez a felület. Ha lehúzom fentről az értesítési sávot, egyrészt itt vannak az értesítések, illetve van a ma opció alatt az úgynevezett widgetek,
amelyek megjelennek, van időjárás widget, naptár, részvények, barátok, következő napra tervezett események, illetve itt szerkeszthetjük is, hogy mi adhasson hozzá eseményeket, illetve widgeteket. Van kettő játék, amelyet kivettünk, illetve nem adtunk neki engedélyt, de itt a már meglévőkből is vehetünk ki olyat, amire nincs szükségünk, így használható ez. Hogyha megnézzük a rendszert, elég kellemes igazából, nem sokan vannak, akik mondjuk úgy, hogy objektíven fogalmaznak fórumokon az iOS-ről. Ugye az iOS lehet szeretni vagy utálni, ez a két legnagyobb csoport, aki elérhető az interneten. Akik szeretik, azok azért szeretik, mert egyszerű, illetve nagyon jól, stabilan működik. Akik nem szeretik, azok leginkább azért nem, mert merőben zártnak tartott operációs rendszert gondolnak bele ebbe a szituációba, ami némileg igaz is, hiszen az Apple elég sok mindenben megköti a felhasználó kezét, aminek viszont megvan az oka, és ennek ellenére egy teljesen szerethető és jól használható operációs rendszer, ami nem mellesleg kiválóan van optimalizálva például az iPhone 6S-re, de ezt várjuk el egy meglehetősen magas áron induló csúcsmodelltől. Nézzük meg a telefon alkalmazást, ahonnan el lehet érni a kedvenceket, az előzményeket, a kontaktokat, a tárcsázót, illetve rögtön lehet hívni akár a hangpostát is, hogyha szeretnénk. Ugye a gombokat, hogyha nyomom, nem ajánl fel a névjegyekben szereplő telefonszámot, ha mondjuk hasonló számot ütök be, innen lehet telefonálni viszonylag egyszerű felületen, ezt egyébként egy kézzel is viszonylag egyszerűen át lehet érni. Azonban, ha az a problémánk arról, hogy a 4,7 hüvelykes kijelző mondjuk az üzeneteket nem érem el, akkor a Touch ID gombon kettőt érintek, és már leugrik a képernyő, és elérhetem az üzenetek apport, vagy éppen a naptárat. Ugye ebben a naptárban a napi nézet mellett van akár havi nézet és éves nézet is. Kiválaszthatom, hogy honnan milyen naptárbejegyzések jelenjenek meg, tehát akár a Gmail-emből is be tudom húzni a naptárbejegyzéseket, valamint Facebookról is, hogyha szeretném. Úgyhogy ez egy teljesen hasznos dolog. Nézzük meg a fotók alkalmazást. Itt lehet akár évekre és dátumra is csoportosítani. Valamint, amint láthatjuk, vannak külön helyek is, a geolokalizáció alapján, alul összegyűjtve, hogy 32 fotó és 5 videó található pillanatnyilag a készüléken. Az egyik újdonság a live fotó megjelenése, amit így nem látszik, de ha átlapozok és visszalapozok, akkor látszik az, hogy az autó becsúszik a képbe, illetve hogyha erősen rányomok, akkor a fotózás néhány másodpercét is láthatom. Ez már a 3D Touch újdonsága, egyik elérhető extrája. Itt is látható, ugye sok minden videóba bele tudok nézni a 3D Touch segítségével. Bocsánat, itt pont nem, bele nagyítani tudok. Ha a videót elindítom, akkor az itt lejátszható, bele lehet pörgetni akár alul, illetve úgy bele lehet pörgetni, hogy a vége után mehetünk tovább akár a következő képre is. Amiről nem beszéltem még sokat, igen, az a 3D Touch, ami az iPhone 6S újdonsága. Itt ugye amellett, hogy mondjuk megnyomom a kamera gombot és elindul a kamera, egy erősebb nyomással kapok egy kis mini helyi menüt. Itt rögtön választhatok ki mondjuk olyat, hogy selfie készítése, és akkor az előlapi kamera indul el. Van olyan, hogy lassított felvétel, és akkor már erre az opcióra vált a kamera, vagy éppen a fotókészítésénél nyilván a hátlapi kamerát veszi alapul. De ugyanígy mondjuk a térképek alkalmazásnál is érhetek el ilyen funkciókat a videóknál is, mondjuk mivel nincs videóm, így pont nem. Van az óránál például stopper elindítása, tehát itt már rögtön elindul a stopper ezzel a 3D Touch mozdulattal, nagyjából két gombnyomással.
illetve a többi appnál is az Apple alkalmazásoknál elég jó a támogatottság, ugye itt látszik, illetve például, ha megnézzük az Instagramot, már ez is támogatja például a 3D touchot. Itt ha belemegyek a korábbi tartalmakba, illetve a korábbi értesítésekbe, itt 3D touchal láthatom például azt, hogy aki követett, vagy lájkolt, az milyen profilra rendelkezik. Ilyet, hogy felhúzom egy picit az ujjamat, rögtön tudom őt követni, megnézni a profilját, vagy egy üzenetet küldhetek. Illetve itt a képeket is elő lehet nézni, azokat lehet lájkolni, kommentelni, vagy üzenetként elküldeni. Egyszerűen videóba bele tudok nézni, hang nélkül egyébként, de van lehetőség. Így egy picit gyorsabb lehet. Ez a 3D Touch egyébként picit még szokatlan. Valószínűleg a legtöbb felhasználónak szokni kell, alapjában véve nem egy rossz dolog. Nem mondom, hogy világ megváltó pillanatnyilag, de valószínűleg ahogy az alkalmazások egyre több funkcióba támogatják majd, úgy lesz egyre sikeresebb a 3D Touch is. Illetve, ahogy olvashattátok híreinkben, a Synaptics új vezérlőinek köszönhetően jövőre akár androidos modellekbe is érkezhet a 3D touchhoz hasonló érintésérzékeny funkció. Nézzük meg a kamera alkalmazást. Ő alapból a fotó alkalmazás van kiválasztva, középen úgymond egy az élőképet láthatjuk. Felül van egy beállítási sorunk, itt kiválaszthatjuk a vaku beállításokat, a HDR beállítást, kibekapcsolhatjuk a live fotót, ugye ez a mozgó kép rögzítés, amit ha kikapcsolunk, akkor sok tárhelyet tudunk felszabadítani, úgymond, hiszen a live azért elég sok megabájtot el tud foglalni. Van időzítünk, ami 3 és 10 másodperc lehet, illetve itt tudjuk megfordítani a kamerát az előlapira. Ha megnézzük, ez a kamera egyébként nem olyan rossz, 5 megapixeles, bár nem sok változás van így visszanézve elsőre az iPhone 6 HD kamerájához képest. Ha az ujjamat itt jobbról balra húzom, akkor készítetek rögtön négyzetalakú képet vagy panorámát. Ha balról jobbra húzok, akkor van videórögzítési lehetőség, ahol beállítható ugye már 4K videó, illetve Full HD 60 FPS mellett. Van lassított videófelvétel készítési lehetőség, itt akár 240 FPS is lehet, 720p-nél, illetve van timelapse, azaz gyorsított videó készítési lehetőség is. A sima fotónál vannak különböző effektusok, amiket kiválaszthatunk, ezek élőben készülnek el. Magát a kamerát, ha megnézzük, hogy a fotó alkalmazáson belül tudjuk ezt megtenni. Itt látható például egy kép. A képminőség egészen jó, ugye bárcsak 12 megapixeles a kép, ami egyébként nagy változás, hiszen korábban 8 megapixeles kamera volt az iPhone 6-ban, annak ellenére egészen jó a kamera. Nekem nagyon tetszik a kép, amit csinál, bár talán az iPhone 6 egy picivel jobb képet csinált sötétben. Illetve itt van már a 4K videó rögzítésének eredménye is. Itt ez azért hasznos, mert egyébként egészen jó bele lehet nagyítani a képbe, és ekkor is szép a kép. Bár nincs optikai képstabilizátor, ennek ellenére a kézremegést eléggé jól próbálja kiküszöbölni a rendszer, és a 4K videó is egészen tiszta marad, abban pedig, mint látható, lehetőség van egyszerűen mozgatni is, hogyha ránagyítunk. Tovább halad, van egy kellemes óra alkalmazásunk, amiben egyben kapott helyet a világóra, az ébresztő, a stopperóra, illetve az időzítő is. A Apple térképek alkalmazás nem sokat változott. A legjelentősebb újítás elsősorban az, hogy megjelent a tömegközlekedési útvonal tervező. Azonban ez csak a világ nagyobb városaiban, tehát Magyarországon még egy város sem támogatott egyelőre. Ez egyébként egy egyre jobban kiépülő térképszoftver. Még azt mondom, hogy a Google Maps azért még mindig jelentősen jobb, de már a kezdeti hibák nem érhetőek el olyan szinten,
mint amikor megjelent a szoftver, tehát az Apple nagyon sokat dolgozott ezen. Itt van a Wallet alkalmazásunk, amely egyrészt használható különböző kártyák és jegyek kiváltására, ugye mozi jegyet, kuponokat, hűségkártyákat, akár reptéri beszállókártyákat is tartalmazhat, amellyel kiváltható a papír vagy a plasztik kártya, ezzel a zsebünkben elfér minden. Ezt nagyon sok szolgáltató támogatja már Magyarországon is, így használható. Hogyha tovább megyünk, itt van az App Store, ami egy fontos eleme az iPhone készülékeknek, illetve az iOS-nek, hiszen itt van az a nagyjából 1,5 milliónyi alkalmazás, amely elérhető az operációs rendszerre. Itt van egy külön iPhone 6S számára készült alkalmazások gyűjtemény például, ahol különböző alkalmazásokat tölthetünk le, többek közt azokat, amelyek már támogatják a 3D touchot, ezáltal kényelmesebben lehet használni a telefont, hiszen a legújabb funkciót is beleintegrálták. Van egy egészség alkalmazásunk. Egyrészt a telefon számolja a lépéseket, hogy mennyire pontosan, az jó kérdés. Amint látható itt a frissítés, egyrészt 10.38-as a legutóbbi adat. Ugye ehhez egyrészt szükség van arra, hogy a készülék a kezemben vagy a zsebemben legyen folyamatosan, hiszen a beépített szenzorok számolják ezt. Hogyha van egy Apple Watch-unk, akkor azzal egy kicsit ez kényelmesebb. A lépések számolása nem annyira kiemelkedően pontos. Itt szerintem például kevesebbet mutat jelen pillanatban, és érdekes, mert mondjuk lifteztem 10 emeletet, ebből itt jelez 8-at, illetve, hogyha még pontos vagyok, felfelé is mentem még 2, tehát 12 emeletet tettem meg, ebből lát 8-at, tehát azért ez egy jelentős tévedés, úgymond. De mondtam, ezt nem tud minden pontosan mérni azért ez sem, ahogy a más csúcsmodellek sem, így pontatlanság előfordulhat. Vannak különböző egészségadatok, ahol például az alvást is lehetne elemezni, vagy tápanyagokat, itt a bevitelt, ehhez viszont vagy speciális kiegészítők kellenek, amelyek mérik az adatokat, vagy manuális bevitel. Ugye itt van a forrásoknál, ahol lehetőség van hozzáadni kiegészítőket. Van egy FaceTime alkalmazásunk, amely videóban vagy hangban tudna az ismerősökkel kommunikálni Wi-Fi-n vagy LTE-n keresztül. Ez igazából mondhatni hasonló, mint a Skype, az Apple saját megoldása. Nyilván ennek az a hátránya, hogy csak Apple készülék tulajdonossal tudunk beszélni, hiszen például Windows-ra nem igazán tudunk FaceTime-ot telepíteni. Illetve kár, hogy az Apple mondhatni kicsit a Samsunghoz hasonlóan telepít fel olyan alkalmazásokat, amelyeket a felhasználók nem biztos, hogy használni fognak, nem biztos, hogy szükségük van rá, de rákerül a készülékre ilyen-olyan módon. Ilyen például a Watch nevű app, ami az Apple Watch-sal kompatibilis keret szoftver, és itt igazából erre csak annak van szüksége, akinek Apple Watch készüléke van, mindenki másnak felesleges. Na most már Magyarországon hivatalosan nem megvásárolható az Apple Watch, így ez mondhatni felesleges is ténylegesen ez a szoftver, mégis rajta van az iPhone-on, nem is eltávolítható, hogyha jól emlékszem, hiszen ha hosszan rányomok, látszik, hogy nem lehet se ezt eltávolítani, se a Game Center alkalmazást például, vagy a podcastokat. A Game Center az még a maga nemében hasznos is egyébként. Ezen kívül láthatunk itt további 6 alkalmazást, a Numbers, iTunes Hue, iMovie, Pages, Keynote, illetve GarageBand, amelyek viszont eltávolíthatóak. Ezek nem előre telepített appok, ezek csak itt megjelennek, ugyanis ha rámegyek, akkor felajánlja a rendszer, hogy töltsem azt le, egy több mint 100 megabájtos alkalmazás, amelynek igazából csak az ikonja van, és hogyha rákattintok az okra, akkor tudjuk használni
letöltést. Tehát ez nincs előre telepítve, csak egy app van a letöltés, vagy egy ikon van a letöltéshez ide helyezve ahhoz, hogy használhassuk. Van még hangjegyzetünk, ami egészen jól működik a zajszűrőnek köszönhetően, viszont itt nincs külön beállítási lehetőségünk, tehát nem nagyon tudunk például minőséget állítani, van viszont vágási lehetőség, ami még sokat segíthet, hogyha szeretnénk a felvételeken egy kicsit darabolni. Nézzük meg a böngészőt, ami a Safari természetesen, az Apple saját böngészője. Ez rendkívül gyorsan, ahogy látható, már is betöltött a weboldalunk, és itt láthatjuk a különböző weboldalakat, látszik a Telenor LTE-n hihetetlenül gyorsan betölt a tartalom. Minden hibátlanul működik, illetve van egy olvasó módunk, ahol például cikket olvasni sokkal kényelmesebb, hiszen csak a cikk lényegét emeli ki, amire szükségünk van, a többi tartalmat nem. Emiatt sokkal jobb választás, hogyha tényleg cikket olvasnánk, ezt az olvasó módot használni, ami rendkívül gyorsan elérhető, jól olvasható, és igazából tényleg ugyanazt a tartalmat érjük el általa. Ha kijelzőt elfordítom, akkor természetesen az alkalmazás is gyorsan elfordul vele, illetve annak megfelelően változik a felület is. Fontos bemutatni a zene alkalmazást is. Egyrészt használhatnám már az Apple Musicot, amire egy 3 hónapos próbaidőszak is van, utána fizetős, illetve tehetünk fel természetesen saját zeneszámokat is. Én ezt tettem, itt fel tettem az Iron Mafia albumot, amelyet most meg fogunk hallgatni. Itt, ahogy hallatszik, egészen szépen szól a készülék alján elhelyezett egyetlen egy darab hangszóró, felső kategóriás készüléknek megfelelően. Természetesen vannak olyan alternatívák androidos modellekben, amelyek sztereó előlapi hangszóróval sokkal szebb hangzást nyújtanak, viszont ott egyrészt két hangszóró van, tehát több hangszóró által jön létre a hang, emiatt is van többek között szebb hangzás. Ennek ellenére az iPhone 6s hangzása megfelelő. A zenelejátszóikon sok beállítási lehetőséget nem kínál, hangereje rendben van, illetve a hangminőség is. Ezen kívül, ha még belemegyek a beállításokba, itt láthatunk néhány érdekességet. Ilyen például az értesítéseknél beállíthatjuk, hogy mely alkalmazás milyen értesítést küldhessen, ha küldhet egyáltalán, hiszen mondjuk, ha van egy játékunk, például Modern Combat 5, nem szeretnénk tőle értesítést kapni, akkor egyszerűen kikapcsolom azt, és nem fog zavarni minket az alkalmazás többet. Van egy ne zavarjanak mód is, amit lehet kézileg is beállítani, vagy ütemezetre, amikor egy kezdő időponttól egy befejező időpontig megy ez a ne zavarjanak üzemmód, ekkor lehet hívásokat blokkolni, akár az összest, vagy ehhez adhatunk kivételt, ismételt hívások megszólalhatnak, ha szeretnénk, illetve beállítható az is, a némítás az mindig folyamatos legyen, vagy csak akkor, amikor nem használjuk éppen a telefont. Az általános beállításokon belül elérhetjük például a Siri-t, amit be tudunk kapcsolni, viszont csak angol nyelv az, amin teljes körűen működik. Van néhány más nyelv, amelyet támogat, viszont a magyar az továbbra sincs benne, úgyhogy magyar nyelven sajnos nem tudunk Siri-vel beszélni. Elérhető már a CarPlay is, abban az esetben, hogyha elérhető volna a CarPlay valamilyen autóba, de Magyarországon még nem sok opció van erre, és a tárhely és iCloud használatnál látható, hogy jó néhány játékkal együtt 9,7 GB van foglalva a telefonon. Ugye 64 GB-os modellt kaptunk a Telenortól,
van 45,7 GB szabadon. Ez azért is fontos egyébként, 16 GB-os iPhone 6S már kevés lehet sokaknak, akik több alkalmazást és média tartalmat is felhelyeznének a készülékre. Emiatt lehet, hogy jobb már rögtön a 64 GB-os modellt venni, amely egyébként a legnépszerűbb is. A kijelzőnél elérhető a fényerőszabályozó, illetve itt választhatunk nézetet. Van egy szabványos, illetve egy nagyított, ahol nagyobb méretűek a felületi elemek. Itt látható a különbség. Jól látni azt, hogy a magyar nyelvnél magyar felületi elemeket láthatunk példaként is, aminek én örülök. Ez ugye gyakran hiba, hogy nem ilyen, vagyis előtte nem hiba, de jó látni. Ennek van külön félkövérszöveg beállítás, aminél mondjuk újra kell, hogy induljon az iPhone a beállításhoz. Ha nézzük a Touch ID-t, itt már a második generációs ujjlenyomat olvasónk van. Ezt használhatjuk az iPhone feloldására, illetve az App és iTunes Store vásárlásokra. Hogyha lezárom a készüléket, akkor láthatjuk, hogy milyen gyorsan működik, már is feloldott, illetve itt megpróbálom itt szemléltetni ezt, hogy éppen csak hozzáérek egy pillanatra a hüvelykujjammal, és már is felold a készülék. Nagy pont elég rövid volt, de egy nagyon rövid pillanat elég a feloldáshoz. Kamera beállításokat, hogyha megkeresem és megtalálom, ez azért fontos, mert a kamera itt lehet szabályozni, méghozzá azt, hogy milyen videót rögzítsen, abban az esetben, hogyha nem szúrja ki a kamera alkalmazás a szememet egyébként. Itt a beállításokon belül. Itt a fotók és kamera. Itt lehet kiválasztani például a 4K videó rögzítést, vagy a 1080p HD 60 FPS-t. Itt az Apple ad egy kis segítséget is, hogy milyen méretű fájlmérettel lehet számolni egy perc alatt. Ez 375 megabájtot jelent percenként 4K felbontásnál, 200 megabájtot 60 FPS-es Full HD-nál, 130-at 30 FPS-es Full HD, HD-nál, illetve 60 megabájtnál ott számolhatunk 720p 30 FPS-re. Nyilván a legjobb a 4K, illetve a Full HD 60 FPS. Ez függvénye annak, ugye, hogy mire vágyunk, inkább magas felbontásra, vagy több képkockára. Lassított felvételni Full HD-ban 120 FPS-t kapunk, 720p-ben 240 FPS-t, itt is látod, hogy 375, illetve 300 megabájt percenként a fájl mérete, ami azért egy 16 GB-os modellnél elég hamar be tud telni akár. Az iPhone 6S rendkívül gyors, ez bizonyítja az is, hogy most korábbi apra, hogyha visszamegyek, igazából ott folytathatom, ahol abba hagytam, hogyha kiválasztom, tehát nem töltődik újra az alkalmazás. Mondjuk a Safari-ban is visszalépek, nem tölt újra a böngésző. Ez a 2 GB RAM előnye, ami belekerült. Nézzük meg, mondjuk a Modern Combat betölte még, ami látható, hogy elég sok alkalmazással ezelőtt volt. Rámegyek. Itt már viszont újra tölt, tehát azért egy ilyen játéknál már a 2 GB RAM is elfogy, főleg úgy, hogy ennyi minden volt, de azért így sem rossz eredmény az iPhone 6S-től. Ez csak újra tölt a Need for Speed is, de még a sebesség így is kiváló és rendkívül gyors. A Gameloft egyik legnépszerűbb játéka a Modern Combat 5, amelyet természetesen kipróbálunk az iPhone 6S-en. Ez egy ingyenes játék Androidon, illetve iOS-en egyaránt, így az iPhone 6S-en is ki tudjuk próbálni, számos
androidos készüléken látható volt, hogy már, hogy hogyan fut ez a játék. Most megnézzük az Apple aktuális csúcsmodelljén is, illetve hát annak a kisebb verzióján. Maga a játék nem támogatja még a Touch ID, illetve bocsánat, a 3D Touchot, ami azt jelenti, hogy itt még nem számít a nyomás érzékenység. Viszont azt láthatjuk, hogy némileg szebb a grafika, mint általánosan Androidon, illetve azt is, hogy az érzékenység elég nagy, ezen állítok is. Vezérlésnél sensitivity-t lentebb veszük mondjuk 26%-ra, ami sokat segít, így már egy kicsit kezelhetőbb, azon kívül, hogy teljesen szép a grafika, itt minden robbanásnál is látszik majd, hogy mennyivel jobb a játék, illetve hát könnyebb meghalni is, mivel ahogy látom, a fizika is némileg egy picit szebb a játékban. Ki kell emelni például azt, hogy a fegyver távcsövében is még így is milyen szépen látszik a környék, azaz tökéletes a grafika. Picit talán nehezebb célozni és lőni, mint Androidon, bár ez valószínűleg a más szoftveres környezetnek köszönhető, viszont mondjuk itt látható a tűznél is, hogy sokkal szebb, részletesebb, látványosabb a felület. Itt is gyönyörű szép a külvilág, be lehet, ki lehet tekinteni, úgymond. Egy fokkal itt is részletesebb, mint némelyik androidos modellen. Nyilván azt mondta, itt a komolyabb szoftveres lehetőségeknek köszönhető ez a részletesebb grafika, aminek köszönhetően egy nagyon jó játékunk van, hiszen már-már PC szintű grafikával találkozhatunk az iOS verziónál, úgyhogy egyébként az androidos sem csúnya. A víz is nagyon szépen néz ki, elég élethűnek tűnik. Illetve mintha a csónakon látható elemek is egy fokkal szebbek lennének. Now! I'm falling back!
Látszik tehát, hogy a Modern Combatot gyönyörű szép grafikát kínál az iPhone 6S-en, amely nagyon jól fut az Apple hardware-én. Nem éppen mai Real Racing 3 az Electronic Arts-tól, de még mindig az egyik legkomolyabb grafikával rendelkező autós játék, amit a iPhone 6S-en is kipróbálunk. Először természetesen be kell állítani és a szenzorokat. Már itt láthatjuk azt, hogy a visszapillantó tükrökben látszik a mögöttünk lévő kép, azaz egy elég jó grafikai részletességünk van. El is indul a verseny, látszik, hogy pörög a kormány kerék mögött a 4 darab mutató is. Egészen szép grafikával fut a játék, szebben igazából, mint ami Androidon elérhető, ez köszönhető a különböző extra szoftveres lehetőségeknek. Az árnyékok, illetve a por nagyon szépen látszik, illetve hogyha váltunk erre a nézetre, akkor látszik a tükröződés is, bár ez egyes androidos modelleken is ilyen SMI minőségben van meg, bár itt a környezet is némileg részletesebb, valamint a fény becsillogása is, ami most is látszik, szebbnek nevezhető. Természetesen akadásról, mint olyanról nem tudunk beszélni, de egy iPhone 6S-től az Apple jelenlegi csúcsmodelljétől pont ezt várjuk el, tehát ez igazából természetes dolog, hogy hibátlanul működik, és minden rendben van vele. Játékélmény tekintve tökéletesnek mondható a Real Racing 3, még így két évvel, lassan három évvel a megjelenését követően is. Az tény, hogy alapjában véve egyáltalán nem olcsó készülék az Apple iPhone 6S, pont úgy nem olcsó, ahogy egyik másik csúcsmodell sem, független attól, hogy iOS, Android vagy Windows Phone, akár BlackBerry OS fut rajta. Ennek megfelelően viszont azért vannak elvárásaink, amit az Apple nagyon jól ki is szolgál. A hardware szinte tökéletes az iPhone 6S-ben, hiszen a 2 GB RAM-mal hihetetlenül gördülékeny és multitaskban is nagyon jól szerepel a készülék. Sebességre tehát nem lehet problémánk, ez viszont köszönhető ugye a szoftveres támogatásnak is, amit az Apple nyújtani tud. A hátlapi 12 megapixeles kameránk még jobb lett, megjelent a 4K videó, aminek egyelőre azért sok értelmét nem látom, de nagyon jó videókat, illetve képeket tud továbbra is készíteni a telefon. Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem fog a készülékhez hajolni az új 7000-es sorozatú alumíniumnak, és csak csendben mondom, hogy úgy néz ki, hogy vízálló az iPhone 6S. Ezt hivatalosan nem erősíti meg az Apple, de minden jel erre mutat, ennek ellenére azért nyilván célszerű nem fürödni a készülékkel. A kijelzőnk gyönyörű szép, az akkumulátor üzemidőnk nem javult a tavalyihoz képest, de jelentősen nem is romlott, nagyjából egy napos üzemidőre számíthatunk az iPhone 6S-től, illetve egy kezes társa, amely egészen jól ki fog minket szolgálni, amennyiben nyitottak vagyunk a készülék zártságára, már ha mondhatjuk így, hiszen nem lehet rá például pendrive-ot dugni, nem tudjuk módosítani az alap felhasználói felületet, és számos más az Androidban hétköznapinak vélt funkció hiányzik, ugye az iOS-ből, illetve az iPhone 6S-ből, de ennek ellenére is a piac egyik legjobb okostelefonja lett az iPhone 6S, amelyet a Telenortól kaptunk. Kövessétek továbbra is a tekettő.hu oldalt, sziasztok!